Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. 40 napig kint volt a pusztaságban, és megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt, és angyalok szolgáltak néki. Amikor János elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát. Betelt az idő, közel van az Isten országa. Kérjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, abban az időben a lélek kivitte Jézust a pusztába. Nyilvánvaló ez egy belső késztetést jelent. Egy hatalmas lendületet, amely Jézus magában ragadta. Olyan ez, mint mikor valaki halálosan legyengülve egyedül neki látott, hogy a szovjet gulágról hazajöjjön és hazaért. Micsoda lendület hajtotta. Az eredeti szövegben az van, hogy a lélek szinte kidobta Jézust a pusztába. A harmadik isteni személy a Szentlélek, a második isteni személyt, aki emberré lett, belső késztetéssel a pusztába viszi, hogy ott az atyával legyen, emberségével is. Mi a puszta? Az, ahol nincs senki és semmi. Amikor majd a keresztény remeték követi Krisztust, mindig azzal foglalkoznak, hogy senki és semmi se legyen velük. Mert egyedül akarnak lenni az Istennel. És a remete növendékektől is mindent elszednek. Ha pusztába jöttél, akkor ne hozd magaddal az ideológiáidat, sértődéseket, terveket, képzeteket, még egy ezüst serleget se. Mindig ez a pusztaság. Persze, hogy ettek, de nem jártatták az eszüket az evésen. Ittak, de nem képzelődtek a szomjúságon. Szerették egymást, hiszen egy szöllőfürt, nagyon szép történet, körül járt. Tehát az egyik remete kapott egy szöllőfürtöt, odaadta a másik, mert azt továbbadta. Szerették egymást, de nem érzelektek. Nem önmagukat szerették. Testvérek, a külső szemlélő azt gondolná, hát ez India. Hát ott van ez a meditáció, hogy kiüresítik az agyukat, és hát akkor a nirvánába merülnek. Pontosan az ellenkezőről van szó. A hindu hitvilágban a világ mindenség azonos az Istennel. Örök körforgás van. A lélek végtelenül vándorol. És azt mondja Gandhi, hogy elviselhetetlen ez a lélekvándorlás. Most ez kell neked, európai keresztény? Örökké keveregsz a mindenségbe? És pontosan böjtökkel és meditációval azt szeretnék elérni, hogy kilépjenek az istenségből, ebből a világ istenségből, a semmibe. Hogy megszűnjék ez az értelmetlen kapargás. A keresztény viszont az Istennel akar lenni. Jézus egészen az atyával, hát ő mindig azzal volt, de most emberségétől is megfosztja mindazt, ami hasznos. Tehát Jézus böjtölése, hogy fölnyitja az ember szemét, hogy nem ám arról van szó, hogy valaki leteszi a poharat és nem iszik nagy böjtbe, vagy édességet nem fogyasztok, vagy hát abba hagyom a dohányzást, hát elsősorban a bűnöket kell abba hagyni, mondja a Szent Mise első könyörgése, hogy a bűnöktől tartózkodjunk. Nem ez a Jézus böjtje. Jézus arról mond le, ami jó, ami szükséges. Miért? Hogy egyedül a magányban Istennel legyen.
Milyen különös kifejezés magány Istennel. Hát ha vele vagyok, akkor nincs magány. Az evangéliumban sokszor szó esik arról, hogy Jézus megérinti a vak szemét és meggyógyul. Testvérek, a predikációban, az ige hallgatásában meg akar érinteni bennünket, és ehhez bizony egy pusztai lét kell. Vannak, akik magukkal hurcolják örökké, botrányos életű papok és híveknek az életrajzát, 2000 év kereszténységének minden botrányát és bűnét, ezzel jártatják az eszüket, érdekes, a szentek életét nem ismerik. Aztán még a rafináltabb védekezés, hogy állandóan a feladatainkkal törődünk, a családdal, a társadalommal, a papa hívekkel, gondjainkkal fölmálházva megyünk Isten elé, össze-vissza válogatás nélkül olvasnak egyesek mindent, zavaros a fejük, viszik a sértettségüket még a templomba is, minden negatív benyomást, amit csak szerezhettek az életük folyamán, hogy ők meg vannak sértve. Testvér, egy őrült ez, aki ezzel a teherrel megy Isten elé. Ezeket le lehet rakni. Amikor meghalsz, mindent itthatsz. Mindent. És egyedül Istennel leszel. Ez Jézus 40 napi böjtölésének a lényege. Az Úr Jézus 40 napi pusztai tartózkodásának az a lényege, hogy még a jó dolgokat is elhagyja. Nem prédikál, nem indul prédikálni. Nem viszi magába a Szentírás tekercseit, hogy azt tanulmányozza. Ez csak egy Isten bírja ki, hogy 40 napig Istennel legyen a Földön. Mi azonban Szent Péter tanítása szerint az isteni természetből részesedtünk. Igenis képességet kaptunk, hogy minden nap pár percre ugyanígy kimenjünk a pusztába. Ezt meg kell tanulni. Sokat kell imádkozni, elmondani a rózsafüzét, szokásos imádságaidat. De ez még nem az imádság. Ez az imádságnak egyfajta iskolája. Rozsé Sütz a szerzeteseinek regulájában azt írja, hogy testvér, legyen minden nap legalább egy másodperced, amikor újjászületsz az Istennel való találkozásba. Nagyon nehéz, de nagyon felszabadító. Sokan kapaszkodnak beléd, a gyermekeid, feleséged, férjed, az unokád, a barátod. Ez az egész nemzet számít rád, de te kibe kapaszkodsz? Testvérek, megtalálni az imádságnak azt a módját, amikor szószorosan mindenkit és mindent elhagyok. Ez nem szeretetlenség. A szeretet csak itt kezdődhet, mert a szeretet Istentől van, nem tőlünk. A felebaráti szeretetnek a legnagyobbat az tesz, akinek van egy ilyen imádsága minden nap. Nem lehet tanítani, de meg lehet tanulni. Légy szíves, próbáld ki. Az, hogy csendben maradsz, és hát elgondolod azt, ami van, téged innét holnap, mint egy összeesett üres zsákot kivihetnek, és készülnek a temetésedre. Na most, hol vannak a rangjaid, a kitüntetéseid, a megbecsülés? Hol vannak a gyerekek, a feleség? Hol van ez az egész világ? Mindent itt hagyunk. És ott egyedül Isten lesz velünk. És férek, ő benne mindent megkapunk, de ezt nem spórolhatjuk ki. Például az is, hogy valaki állandóan ideges, csapkod minden. Hát tessék leülni egy pár percre. Hát mit csinál? Hát megmérgezi a családját. Aztán azok a jó tervek, amik bennetek vannak, azoktól is meg kell szabadulni. Majd eljön az ideje. Testvérek, ez az a pusztaság, amit nem kerülhetünk ki. Minden átrendben ott van keresztelő Szent János, és a pusztában kiáltó szava hív minket. Minden nagyböjtben, és a
akkor nem mondjuk, hogy mi nem hagyhatunk itt senkit, meg annyi a feladatunk, mi nem vagyunk szerzetesek, nem vagyunk remeték, mi nekünk benne kell lenni a világban, nem. A világban benne vagyunk, de nem a világból élünk. Amikor azt mondja az Úr Jézus, Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Testvéreim, csak az ilyen minden nap a világból megszökő keresztény ember az, aki erősen tud szeretni. Akkor megkísértette a sátán. Jézus megkísértetésének három leírása van. Mind a hármat a Szentlélek sugallta, Máté, Márknál, Lukásnál. A háromból nem érdemes egyet összeollózni, mert itt három üzenet van. Három külön üzenet. Márknál teljesen más az üzenet, mint Máténál és Lukácsnál, mert egy szó sincs arról, hogy mivel kísértette meg. De ha megragadjuk, hogy mi a pusztaság, akkor megragadjuk a kísértést. Az, hogy Jézus ne az Atyával legyen, közvetlenül, emberi értelmével, figyelmével, hanem például készüljön a predikációra, amit majd el fog mondani. Testvérek, csupa jó dolgokra kísértette a sátán. Nem a rosszra. Ebben az állapotban az a kísértés, hogy valami másra figyeljünk. Hogy ott sütkérezik a kövön egy gyík. De Jézus a gyíkot nézve a teremtő Atyával volt elterve. Ezért az a kis gyík ragyogott. A figyelem legmélyebb odaadásával az Atya szín előtt állni. Azt hinnénk, hogy ehhez valami nagy erőkifejtés kell. Görcsös koncentrálás. Nem. Ennek az ellenkezője kell, mindent el kell engedni. Ezen a kísértésen, ezen a ponton a kísértés az nem a rosszra, a bűnre való csábítás, hanem a figyelemnek valami teremtett jóra való irányítása. Hogy hagyja abba ezt a jelenlétet. Mert a sátának ez a legveszélyesebb. És most kapaszkodjon meg valami tennivalóba. Olvassam a Szentírást. Még ez is kísértés olyat. Semmit. Amikor bűnre csábít minket, akkor egy könnyebb és lazább világba kerülünk, és úgy könnyebb kiigazodni, mert tudjuk, hogy a bűn, az erény meg erény. De ez egy alantasabb világ. Persze már az üdvösségnek az útja, de még csak a kezdet. Igen. Ilyenkor, amikor rosszra csábít, gonosz gondolatok vannak, tisztátalanság, akkor a jóra oda kell figyelni, és tenni a jót. De a jó ügy nem maga az Isten, és nem maga az üdvösségünk. Eljön az idő, amikor mindezt maga Isten kiszedi a kezünkből, kezdi már a nyugdíjas korból, és mennyi savanyú arc van, mennyi sápatozás, hogy most már nem ő a vállalatfőnöke, meg nem ő dirigál a családból. Isten maga akarja. Ez az az idő, amikor a figyelem kell, hogy ne kapaszkodjon meg semmi teremtett jóban. Uram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Ettől nagyon egészséges lesz az ember. Tessék elhinni. Nagyon örömteli. Nagyon aktív lesz. Európában legnagyobbakat az ilyen szemlélődők tették. Ezt gyakorolt 40 napon át. Ne csak a rosszról mondjunk le. Ne csak megengedett dolgokról, hanem időnként mindent hagyjunk el. A feladatainkat is. Egy papnak még talán botrány, a papságát is el kell hagyni. Nem úgy, hogy abból kilép a világba, hanem most nem vagyok pap, hanem egy keresztény vagyok. Sőt, még az se vagyok, ember vagyok, akit az Isten megszánt és fölemelt a keresztvíz által megmentett. Testvérek, ha csak egy valaki ezt megsejti,
akkor érdemes volt egy héten át küszködnöm, hogy ezt elmondjam. Ez a puszta. Teljesen egyedül lenni az Istennel. Nem nézni egy feszületre se, képre se. De a semmire se törekedni, hanem hogy mindent átadni neki. És most olvashatjuk tovább már evangéliumát, vadállatokkal volt, és angyalok szolgáltak neki. A Szentírás tudósai figyelmeztetnek bennünket, itt így pontosan fordított dologról van szó, mint amire gondol az ember. Itt a vadállatok nem ellenségként vannak említve, mert ott van a toldalék, hogy val. Tehát a vadállatokkal volt. És angyalok szolgáltak neki. Az ember alatti világ minden ellenséges volt a megszűnt, az ember fölötti világ pedig az angyali világ szolgál neki. Ezzel az egy mondattal Márk fölidézi a paradicsomi állapotot. Mielőtt még szakított volna az ember az Istennel, akkor nem volt vadállat. Voltak, de nem ártott. Mi? Például a halál. Ádám a bűn előtt sem volt biológiai szempontból halhatatlan, de ezt a halált nem ismerte. Mert Istennel való mélységes és kizárólagos egységből nézett önmagára és a világra. Mindent másképp látott. Jézus így nézett a világra. Jézus a saját halálát, mely erőszakos és rettenetes volt biológiai szempontból, lelkileg, erkölcsi szempontból megrágalmazva, ezzel az atyával való egységből tudta nézni, és imádkozni tudott az utolsó percig. Testvérek, amikor így sikerül valóban egyedül lenni az egyedül valóval, az én édes teremtőmmel, akkor hirtelen minden jól van. A bűnön kívül, de még az is jól van, mert van bűnbánat. Tehát amikor egyesek Istent, a teremtőt vádolják, hogy miért vannak katasztrófák, miért kell a gyermekeknek szenvedniük, és kegyetlenül meghalniuk, akkor két részre osztom a kérdést, az egyik. Egy sor katasztrófa oka maga az ember. A másik pedig az ártatlanok szenvedése nem oldható meg. Csak ha Istennel egyesülsz. Ott minden jól van. Csak onnét nézve. Innét nézve nem. Csak az ártatlan Krisztussal, az Atyával és a Szentlélekkel egyesülve. A szentek részesültek ebből a látásmódból. És igazából a Jézus szerető egyszerű hívek is, hogy vadállatokkal voltak, de azok nem ártottak nekik. Köszönjük, kommunizmus áldozataira emlékeztünk tegnap. Hát vadállatokkal éltek a mi szüleink. És mivel annyira szerették az Istent, nem ártott nekik. Hihetetlen. Vadállatokkal volt, azok nem mentek nekik. Ugyanígy az emberi lélek mélységében ott vannak a vadállatok. A szexualitás nagyon nagy vadállat, mert elszabadult az Istentől. Az ember elszakadt az Istentől, és ezért ezek a vadállatok ellenünk lettek. Meg az önfenntartás esztene, meg az érvényesülés. De hogyha valaki az Úristennel egyesül, akkor ezek a vadállatok ott szépen meghunyászkodnak. Vannak. Nem kell félni tőlük. Azokkal lehet élni. Igen. Amikor tovább olvasva az evangéliumot, amikor Jánost, keresztelő Jánost elfogták, Jézus Galileába ment, és hirdette Isten evangéliumát. Egy fordulatot veszünk észre a történelembe. Mindig kivézik az Isten tanúit, és egy másik jelentkezik utána, tehát nem lehet őket kiirtani. Amikor János kivégzik, akkor lép fel Jézus, csak Jézussal egy valami alapvetően döntő fordulat jön, mert Jézus után nem jön senki, hanem megint Jézus jön. Pünköszkor. Föltámad dicsőséges testében,
és az Anya Szent Egyházban itt van. Jézus az az utolsó tanúja Istennek, aki után nem jön más, hanem Jézus jön. Jobb nektek, hogy én elmegyek. És amikor eljön a vigasztaló, őt is elhozza. Jézus kivégezték, és nyomába jött Jézus, a föltámadott, az oltári szentségben jelenlevő. A szentek szívében hatalmas erővel trónoló Krisztus, a világ mindenségnek a királya. Hát testvéreim, nézzünk bele, mit jelent számunkra az a pusztai imádság. Gyakoroljuk. Mindent hagyjunk el, és ha innét megyünk vissza, kedvünk lesz élni. Nem nyomasztanak tönk, nem tesznek tönkre a feladatot. Azok csak feladatok. A problémák csak problémák. Isten szemével kezdjük nézni ezt a világot. És ez megoszthatatlan azokkal, akik Isten nélkül élnek. Azok a saját szemükkel látják a világot. És a szörnyű. Akkor felnyílott a szemük, mondja a Szentírás, amikor elkövették a bűnt Ádám és Éva, felnyílt a szemük. Miért? Előtte hogy néztek? Az Isten szemével néztek. Szörnyű, hogy az emberiség a saját szemével lát a halálára, és mindenre, ami rossz. És Jézus Krisztus adja nekünk vissza ezekben a találkozásokban az ő szemét. Hogy az ő szemével lássuk a világot. Pilinszkinek van egy csodálatos drámája prózában. Egyszer a farkas, egy ártatlan szívű állat közel ment a faluhoz, és az első háznak már a falait is megszerette, a köművesek simogatását. Felnézett az ablakon, és soha senki nem látta ilyen szépnek az embereket, mint ez a tiszta szívű állat. Bement. Ott állt reggelig, ami agyonverték. Azért állatról beszél Pilinszki, mert az egészen más, mint az ember. Istenről szól. Ez a farkas, ez nem megeszi az embert, hanem áldozat lesz, ez bárány. Ez Jézus. Az élő Isten fia, aki sohasem látta senki olyan szépnek az embereket, mint ő. A pusztából jött Jézus. Az Atyával öröktől egyesült Jézus, aki a Szentlélek világosságában látott mindent. Amen.